Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek titeket egy újabb Kati kártya videóval, egy karácsony után és új év előtt. Lássuk, hogy milyen üzeneteket akarnak a kártyák megosztani velünk. Ma ismét három kártyapaklit fogok használni, hogy egy kicsit változatosabbak legyenek a videók, és mivel ünnep van, ezért gondoltam, hogy ezek az extra üzenetek mindig jól jönnek. Remélem, békességben és szépen telt az ünneped, a karácsony, és lássuk, mit mond a kártya. Hú, ez nagyon érdekes, elutasítás. Ez a szürke szín, szerintem ez a legfelső koronacsakra színe, és itt egy művész van, aki így nagyon elgondolkodik, itt az ecsetek vannak a kezébe, meg talán valamit festett is, és olyan, mintha az általa, milyen érdekes, az általa festett képeken levő személyek jelennének meg a gondolataiban, és beszélnének hozzá, vagy valamilyen üzenetet közvetítenek, de lehet ez fordítva is, hogy valamire gondol, megjelennek ezek a lelkek, látomások a fejében, és ezeket festi le. Ezt így most így elsőre nem tudom elmondani, de nekem inkább olyan, mintha a festményből jönnének ki ezek a lélek üzenetek. És akkor lássuk, hogy mit mond a könyv. Pillanat, ide kell hoznom. Is vagyok. Bocsánat. Elutasítás. Igen, ez a koronacsakra a fejünk teteje. Az elefánt csont torony. Nincs szükség rám. Hú, ez kemény. A történet. A művészt behívják eskütnek, de végül nem veszik igénybe a munkáját. Nem illik bele az ideális eskütről alkotott elképzelésükbe. Képeit senki sem érti. Magányosan él. Olyas valakire van szükségük, akik beleképzeli magát a másik helyébe. De ő erre nem képes. Ő nem vegyül senkivel és semmivel. Amikor behívják, tisztelik az egyéniségét, ám amikor megjelenik, mégis elutasítják, hiszen nem tartanak igényt a munkájára. Inspiráció. Nem feltétlenül kell közel lenned a tűzhöz. Légy őszinte magadhoz, úgy nem leszel boldogtalan. Az elutasítás a szellem védelme. Önvizsgálat. Együttműködöm környezetemmel, vagy inkább ellenszegülök. Mi a célja jelenlegi magányomnak? Kulcsfogalmak. Mások hozzájárulása, ellenséges környezet, magányos munkavégzés, tanító érkezése. És kulcsszavak. Védelem, kizárás, fejlődés. Meditáció. Képzeld el, amint isteni, elefántcsont színű fény szűrődik le az égből, és járja át testedet. A távolból az elefántcsont torony int neked. Elérsz a várig, és a felvonó híd lassan leereszkedik. Belépsz a várudvarra, és odamész a toronyhoz. A lépcsősor tetején ajtó van. Odabent már nincs ítélkezés. Végre hazataláltál. Hát ez egy nagyon speciális üzenet, és lehet, hogy most ez pont így nem mindenkinek szól, hanem egy-két embernek csak. De akkor ez nem a festményekből kijövő arcok, hanem azok az emberek, akik bírálják, vagy nem is bírálják, hanem elutasítják az ő, ennek a művésznek a különc gondolkodásmódját. És ami engem nagyon megfogott itt, ez a mondat, az elutasítás a szellem védelme. És ez rengetegszer így van, mikor különc vagy, vagy nem értesz egyet a nagy többséggel, akkor úgymond kilóksz a sorból. És mivel az ember egy társas lény,
Ezért ezt nagyon sokszor ugye szívünkre vesszük, és úgy érezzük talán, hogy nem passzolunk bele, vagy miért nem tudják mások megérteni azt, ahogy mi gondolkodunk. És ezt fordítva is lehet nézni, ahogy ez a könyv mondja, hogy az elutasítás a szellem védelme. Neked a gondolataid, az egyéniséged, az kaptad valamiért. És az úgy van helyén, ahogy te jónak látod, és hogy te belülről érzel, és az, hogy valaki ezzel nem tud azonosulni, az nem a te problémád, hanem az övé. És azáltal, hogy elutasítanak, az azt jelenti, hogy ezek a te belső képeid és a belső világod olyan szinten meg van védve, hogy nem tudnak beléd kötni, meg nem tudnak ellened igazi kritikát megfogalmazni, vagy érvényesíteni, mert ha őszinte vagy magadhoz, ahogy ez a kártya is mondja, te nem tudsz más lenni. Tehát olyan vagy, amilyen. És ha ezt elfogadod, és szereted magad ilyennek, akkor már nem fog az érdekelni, hogy nem értenek veled egyet, vagy nem passzolsz be a képbe, mert te tudod, hogy ilyen vagy. És ez egy kiváltság, ez egy adottság, és nagyon sokszor, főleg a művészek, akik ilyen nagyon egyedi úton járnak sokszor, ez magávé valamilyen szinten magánnyal is jár, mert másképp gondolkodnak, és lehet, hogy az emberek imádják a képeit, mert olyan különlegesek, de maga az ember, akiből ezek a képek születnek, nem illik be a nagy átlag képbe, az átlag normába, és ezáltal magányossá válik, mert egyszerűen nem is az, hogy kiközösítik, mert ez se jó szó rá, hanem nem passzol bele a többi embernek abba a fajta életritmusába és gondolkodásmódjába, ami körülveszi. És ezért van az sokszor, hogy a művészek ugye művészekkel barátkoznak, mert az egy másfajta gondolkodásmód. Hát erről rengeteget lehet beszélni, de én most itt ezt a kártyát így ezzel az üzenettel zárom, hogy ha elutasítanak, akkor tudd, hogy benned van valami speciális, amit lehet, hogy a többiek nem értenek, de ez egy adottság, ami csak a tiéd. És akkor lássuk még, hogy ehhez mit mond mondjuk a Titok című filmnek a kártyapaklia. Ezt kevergetni nagyon nem tudom, mert óriási nagyok ezek a kártyák. Nem is tudom, hogy csináljam, majd valamit kitalálom. Úgy szoktam, hogy így leteszem, és amelyik a legmagasabban áll, mondjuk ő, lesz az. És lássuk, hogyan függ ez össze ezzel. A legnagyobb erő a szeretet. Ha képes lennél minden gondolatodat szeretetbe csomagolni, ha képes lennél mindent és mindenkit szeretni, az életed teljesen megváltozna. Hát elsősorban szeresd önmagadat, és fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, mert mindig te vagy mindig a kiinduló pont, és onnan kezdve tudsz kifelé is a minden gondolatodat szeretetbe csomagolni, és mindenkit úgy szeretni, ahogy van, ez csak is akkor lehetséges, már amennyire lehet, mert ez szerintem tökéletes szeretet, ez egy nagyon nehéz állapot, és nehéz odáig eljutni, ehhez fantasztikus önismerettel, és tényleg önelfogadással kell rendelkezni, de magadat mindig tudod jobbá tenni azáltal, hogy trenírozod magad, és egyre jobban szereted magad, és egyre jobban tisztában vagy magaddal, és ahogy ez az erő így gyűlik benned, és egyre jobban ez a szeretett energia tölt téged, minél több van benned, annál könnyebben tudsz kifelé is sugározni, és minél jobban vagy önmagaddal, annál jobban vagy a környezeteddel is. A kettő így függ össze nekem. És akkor lássuk még egy istennős kártyát. Protection, ez a védelem. Goddess has your back. Az istennő védelme alatt állsz.
És ezek ilyen nagyon erős női energiák. Egy szoptató anya. És nekem ez az medve, ugye ez egy hatalmas, nagyon-nagyon erős állat. Védi ezt a anya-gyerek párt. És nekem az is átjön, hogy a nő, az anyaság az egy hatalmas erővel ruházza fel a nőket. És általában így megváltozunk. És ott a hold, a csillagok, az intuíció, a megérzés. És a természet körforgása. Nagyon szép. No, hát ezt küldöm nektek. Így év végén, mint utolsó kártyás videóm. Szeresd önmagad, és akkor nem fogod azt érezni, hogy különc vagy. És az elutasítást se fogod érzékelni annyira, mert jóba vagy önmagaddal, és tudd, hogy ha más vagy, mint a többiek, az egy adottság és egy ajándék. A szeretet a legnagyobb erő, és tudd, hogy védve vagy. No, ezt küldöm nektek. Legyen további szép hetetek, pihenéssel, és újévi várakozással, és ilyenkor nem árt összeírni, hogy jövőre milyen terveket szeretnétek elérni, vagy megvalósítani. Ezt küldöm nektek, boldog új évet kívánok, jövőre újra találkozunk. Sziasztok!